Hajdúszoboszló közbiztonságának helyzetéről, az annak érdekében tett intézkedésekről és a feladatokról összeállított kapitánysági beszámolót tűzte elsőként napirendre a városképviselő testülete március 23-án. A mintegy 4 órás ülésen több mint 40 téma került terítékre. Ezek között szerepelt a debreceni déli ipari parkba tervezett akkumulátorgyárhoz kapcsolódó, Hajdúszoboszlóra vonatkozó környezeti hatásait vizsgáló tanulmány elkészítetésére szóló szakértői megbízás. A település közbiztonságának helyzetéről és a feladatokról az 1994 évi rendőrségi törvény értelmében az idén is elkészítette beszámolóját dr. Gali Sándor ezredes, a hajdúszoboszlói rendőrkapitányság vezetője. Szóbeli összegzésében a rendőrkapitány kifejtette, hogy sikerült a város jó közbiztonságát megőrizni, ugyanakkor nem javult a közlekedés biztonsági helyzet. Szerencsére kevesebb volt a halálos baleset a megelőző évihez képest, de negatív rekord ölt meg azzal, hogy 9 balesetnél az ittas vezetés játszott szerepet. A kapitányság tervei között nagyobb hangsúlyt kíván fordítani a célirányos ellenőrzésekre, javasolják még több térfigyelő kamera elhelyezését. A bűncselekmények megelőzését illetően pedig többek között a vagyon védelme érdekében az ajtók zárása, továbbá az internetes csalók elleni védekezésként pedig a lakosság pénzügyi tudatosságára is felkívánják hívni a figyelmet. A képviselő testület a beszámolót elfogadva köszönetét fejezte ki rendőreink munkájáért. Megköszönték önkéntes tevékenységét a továbbiakban a polgárőröknek az elmúlt évről készített beszámolójuk kapcsán. Ezt követően tudomásul vették a polgármesteri hivatalhoz tartozó mezei őrszolgálat 2022 évi tevékenységéről készített aljegyzői tájékoztatót. A felújított vasútállomás parkosított környezetének gondozása, mint közös közérdekű cél érdekében az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett a MÁV-val. Ennek eredményeként a testület jóváhagyta azt a megállapodást, mely szerint az úgynevezett MÁV felvételi épület előtti és melletti területeket a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZRT gondozza díjazás ellenében. A 4. számú főút Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz terveinek készítése érdekében, másrésztről pedig a munkásszálló rendeltetésű épületek létesítésének korlátozására módosították a helyi építési szabályzat és szabályozási tervet. Az óvodai beiratkozásról elfogadott közlemény szerint a következő nevelési évre valamennyi hajdúszoboszlói tagóvodában május 2-a és 5-e között lehetséges az óvodai előjegyzés beiratkozás. Intézményi beszámolókat, illetve az idei évre szóló munkaterveket hagyják jóvá továbbiakban. Elsőként a Bocskai István Múzeumét, majd a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárét. Döntöttek intézményvezetők béremeléséről, majd a muzeológusok bérrendezéséről a városi költségvetésben elkülönített keretből. Javasolták a taggyűlésnek a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője bérének növelését is. Tulajdonba átvételi indítványa fordult a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség az önkormányzathoz, mely szerint kérik az általuk fenntartott egyházi iskola által használt 5 ingatlan átadását. Ezen igénybejelentésre a 2022 évi 78. törvény lehetőséget ad. Bizottsági vélemény, továbbá az elhangzott képviselői vélemények alapján a testület úgy határozott, hogy az egyházközség szándéknyilatkozatát tudomásul veszik a Kávin tér 3, 5, 7 alatti ingatlanok, az iskola épületek és a kis tornaterem esetében, ahol teljes mértékben nevelési, oktatási, illetve köznevelési tevékenység folyik. A Gönczi Pál utca 8. és 10. számú ingatlan területén más tevékenységek is megtalálhatók, mint például a krízisszálló, a művelődési központ telephelye, a népkonyha, a nemzetiségi önkormányzat irodája, ezért Hajdúszoboszló képviselő testülete úgy határozott, hogy ezen ingatlanok egyeztetés tárgyát képezik. A Gönczi Pál utca 7. számú ingatlan gyermeki étkeztetési helyszín, ezért azt nem tekinti az önkormányzat, mint tulajdonos az egyházi átvétel nyilatkozat tárgyának.
A kettő elmenetrend szerint közlekedő helyi autóbuszjárat működését felülvizsgálták, s felmerült a megszüntetés eshetősége. A képviselőtestület végül amellett foglalt állást, hogy a kettő járatok működését a továbbiakban is biztosítja. Megfontolandónak tartják többen egy autóbusz körjárat indításának lehetőségét. A továbbiakban jóváhagyták a környezetvédelmi programhoz kapcsolódó ezévi intézkedési tervet. Módosították a közterület használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 2019-es önkormányzati rendeletet. Döntöttek 4 intézmény felújítási igény támogatásáról a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény jelzése alapján. A közterületek felújítása keretterhére a munkálatok első ütemében 94 millió forintot használnak fel. A kijelölt területeket elfogadták, a kivitelezéssel megbízták a Város Gazdálkodási NZRT-t. A város ivóvíz kútjai közül 3 kút műszeres felülvizsgálatával is egyetértettek a képviselők az üzemeltető javaslatára. Elfogadták a Club 5 BT közterületi használati kérelmét a Szilfák alján vendéglátóipari tevékenységre. Szintén támogatták, hogy Smoke & Beer fesztivált rendezhessen augusztus 10 és 12 között a Szent István Park VAK parkolójában és a Harangház előtti téren ifjabb kerek László vállalkozó. Felvetésre válaszolva vállalta, hogy tájékoztatást ad a gasztrokulturális rendezvény megvalósulásáról. Árveréssel értékesítésre jelölt ki a képviselőtestület 6 ingatlant, a továbbiakban pedig többek között elfogadták a 2023 évi közbeszerzési tervet. A CATL Debrecen déli részére tervezett akkumulátorgyár létesítése miatt január 26-án meghozott helyi önkormányzati határozat alapján az Eco Green Kft-t választották ki szakértői vizsgálatra. A szakértő feladata, hogy a beruházás Hajdúszoboszlóra vonatkozó környezeti hatásait a város önkormányzata által megadott szempontok szerint megvizsgálja. Az ülés napirendjének keretében elfogadták a polgármesteri hivatal elmúlt évi tevékenységéről összeállított beszámolót, majd a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Interpellációkra adott válaszokat tartalmazó előterjesztéseket követően még 2 témában határozott a képviselőtestület. Támogatták a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ feladatának megfelelő ellátásához egy használt haszongépjármű beszerzését 5 millió forintért. A járóbeteg ellátó centrum sorsáról is állást foglaltak az országos kórház főigazgató március 13-ai megkeresésére reagálva. Hajdúszoboszló város önkormányzatának képviselő testülete elkötelezett az itt működő járóbeteg szakellátó intézmény önkormányzati fenntartása iránt, ezért nem tartják reálisnak, hogy a feladatot az államnak átadják.